Magyarország kassai főkonzulátusa szervezésében 30 éve szabadon címmel nyílt vándorkiállítás a rendszerváltozásról a Maier Rovás Központban Kassán. A Terrorháza Múzeum történészei által összeállított tárlatot először tavaly júniusban mutatták be Budapesten a 30 éve szabadon emlékév keretében. Grise Mese Diana, Magyarország kassai konzulja a rendezvényen kiemelte, az emlékév és a tematikus kiállítás kettős célt szolgál. Egyrészt emlékeztet arra az eseményre, sorozatra, amely a magyar szabadság és függetlenség visszanyerését eredményezte, másrészt tanítja azokat, akik számára a kommunista diktatúra csak egy történelmi emlék. A programsorozat kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 30 évvel ezelőtti folyamatokban nem passzív résztvevők voltunk, hanem a közép-kelet-európai nemzetek, élve a történelmi lehetőséggel, saját maguk vívták ki szabadságukat és függetlenségüket. A kiállítás öt nagyobb egységen keresztül időrendi sorrendben mutatja be, hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltoztatásig. A 13 tabló idézetekkel és fényképekkel jeleníti meg azt a rendszert, amely egészen az 1989-90-es összeomlásig megfosztotta a magyarokat szabadságuktól. A tárlat az államosítás, egyházüldözés és a nyomorúságos állapotokat eredményező szovjet hadsereg megszállása és politikai terror mellett beszámol a magyarországi, prágai és kelet-berlini ellenállásokról is. Én azt hiszem, hogy talán nincs is nemzedék, aki ne élt volna történelmet, vagy ne élt volna a történelem viharaiban, mint ahogy a mi nemzedékünk is, ugye 50-esek, akik pont 89-ben érettségiztek, tehát már felnőtt fejjel tapasztaltuk a történelem változását, és én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk a múltnak, meg a jövőnknek is, vagy a jövő generációjának is, hogy elmondjuk azt, hogy milyen is volt 89-ben. A Rovás által szervezett kísérő rendezvény keretében Süli János, Kassaóváros volt polgármestere számolt be a rendszerváltoztatás kassai eseményeiről. Valahogy a fiataloknak eszébe kéne jutatni azt, hogy a szabadságot elveszteni nagyon gyorsan lehet, de visszagyerni nagyon körülményes, sőt, nagyon nehéz, és hosszú évekbe telik, míg valahogy kikristásolik egy új rendszer, vagy politikai, vagy gazdasági. Az időszaki kiállítás Kassán január 22-ig tekinthető meg. Az év során felvidékszerte bemutatják.